furcsa érzés ez, hogy 2 gólt győztünk, mégis szomorkodó arcokat látunk mindenhol. Igen, ugye itt a végén meg lehetett volna azért az a 3 gól, ami kellett volna ahhoz, hogy bebiztosítsuk a csoport második helyet, és így annyira nem is figyelünk arra, hogy most mégis megnyertük ezt a mérkőzést azért, úgyhogy egyrészt jól dolgoztunk, de mégis van bennünk hiányérzet. Voltak mind támadásban, mind védekezésben nagyon jó részei a játékunknak, de ugyanúgy voltak gyengébbek, és hát túl nagy volt megint a különbség a magas és a mély pont között. Végig meg volt szinte a 3-4 gólos különbség, de inkább a 3, ami kellett volna ugye az előzéshez. A végén nem lett meg. Lehet, hogy ebben köze volt, vagy ez köze volt annak is, hogy nagyon-nagyon sokat játszottunk emberhátrányban? Ez biztos, ha nem kérdezed, akkor is én is ezt mondtam volna, hogy azért ennyit ember hátán bejátszani. Egy ideig jól bírtuk, gólokat is lőttünk, és tartottuk a lépést, és megtartottuk az előnyt, de egy idő után azért ez a meccs vége felé eléggé felőrölt minket. Jó csapat ez a meccs, ezt láthattuk, viszont le tudtuk győzni. Ez azért a lelkeknek kicsit gyógyír a múltkori vereségre, tehát azért nagy győzelem, nagy siker. Azt egy percig se gondoltuk, hogy legyőzhetetlen csapat, és hogy ez olyan lehetetlen feladat, úgyhogy nagyon örülök, hogy megvan a győzelem, mert az idei szezonban az egyik legjobb csapat a Metz az egész BL-ben szerintem, ott van a legjobbak között, és nagyon nagy fegyvertény, hogy győzni tudtunk. Nyilván itt el lehet kezdeni, hogy ők mennyire figyeltek arra, hogy csak 3 góllal ne kapjanak ki, mennyire a győzelmet célozták meg, nyilván ha tehették volna, győzni akarnak, de itt azért már ez is játszik, amikor a gólarány nézzük, de mindenképp nagy fegyvertény, és a jövőre nézve is, és az is, hogy kint is úgy kaptunk ki 2-vel, hogy nem a legjobb játékunkat játszottuk, finoman szólva, úgyhogy szerintem nem panaszkodhatunk a mai teljesítményre, lesz még jobb is. Tudsz örülni ennek a győzelemnek, vagy erre még várni kell azért néhány napot szerinted? A maradéktól nem tudok most örülni. Amit láttam, annak tudok örülni. Tehát itt az egész mérkőzésen azért ez nagyon nagy csata volt, és azt hiszem, hogy talán az évad egyik legnagyobb, vagy legharcosabb mérkőzéseinek egyike. Ennek mindenképpen tudok örülni, az, hogy megnyertük, annak tudok örülni. Ugye nyilván annak, hogy itt most 1-2 gól, ugye ez most már tényleg ilyen Dodónak az időn túl az ilyen ajándék volt, de nem osztott, nem szorzott. Tehát annak viszont nem tudok örülni, hogy nem tudtuk megcsinálni. Bár azt mondom, hogy igazából az, hogy ez mit befolyásol és mit nem, azt majd az élet eldönti. Tehát igazából emiatt csak én ezt szomorúnak lennem. Azt, hogy itt azért végigvezettük a másik fél időt helyenként 4-5 góllal, és abból lett egy olyan 2, ami összességében 1, annak semmiképpen nem tudok körülni, de igazából ez az 1, aminek nem tudok körülni. Ha erkölcsre szeretnéd nevelni őket, ha erőt akarsz adni nekik az élethez, ha az egyetértés az, amiben hiszel, akkor támogasd adód 1%-ával az Albert Alapítványt. 1% 1 cél, 1000 tehetség.